Már elkezdtek dolgozni a festők a zombai művelődési ház falain. A településen kihasználva a koronavírus járvány okozta kijárási korlátozást, és ezzel egy időben a rendezvények megtartásának felfüggesztését, belülről felújítják a helyi művelődési házat. Ezzel is felkészülnek a veszélyhelyzet utáni zsúfolt időszakra, mondja Toláci József, az intézmény vezetője. Több helyi civil szervezet eddig beütemezett különböző kulturális rendezvényei kerülnek át más időpontra, addigra pedig végeznek a belső munkálatokkal. A nyugdíjasoknál például választás lett volna, a táncsoport asszonykórus, illetve a hagyományos egyesület asszonykórusa a 25 évét ünnepelte volna, a táncsoport a 30 évét, tehát nagyon sok rendezvényünk elmaradt. Ami gondolom be fog jönni majd a későbbiek folyamán, erre próbálunk most ráállni, hogy mindent előkészítsünk, hogy ahogy szabad és megnyílik, akár május vége, de június eleje, közepe, akkor rögtön el tudjunk indulni, és mindenkit ki tudjunk szolgálni. A felújítás jól időzített, mondja Zomba polgármestere, hiszen az épület belső festése már esedékes volt, de nem tudták kivitelezni eddig, ugyanis folyamatosan egymás követve zajlottak az események a művelődési házban. A zombai műház rendezvényekkel dúsította a normális időszakban, most viszont van egy kis holt idő, sajnos ennek a koronavírusnak köszönhetően, hogy idézőjelben mondjam. Az egyik részét csak a úgynevezett kiszolgáló helyiségeket, vagy a régi IKST termeket újítjuk föl, ahol volt egy kis vakolatpergés, meg hát tulajdonképpen elkoszosodott. A belső felújítás összege nem jelentős, így az éves karbantartási keretösszegből tudják fedezni a pár százezer forintos kiadást, mondta a polgármester.